Szelki, előtte. Jó, jövök. Jaj, de hát ez már feltűnő lesz, honnan menjek, várja. Mert fókésésben voltunk, én idegösszeroppanást kaptam, kifélet más nyugtattuk, hogy... hogy merre vagy, nem fog menni vonat. Annyira jól sikerült egy más nyugtatás. Én stresszeltem a sofőrt, hogy Kitty nem fogja meg... Mi? Amúgy nem kaptam idegösszeroppanást, csak ilyen 42-szer írtam, hogy szia Niki, merre vagy? Szerintem ez az, de majd megkérdezünk. Ja, valami, hogy a látsz helyet. Még nem tudom, hogy melyiket csatolják le. Mindegy, szálljunk fel. Blankosnak hívnak, és már nagyon-nagyon régóta követ Instán, YouTube-on, és tényleg egy olyan kislányról van szó, akinek tényleg azt érzem, hogy nem rajong értem, hanem hogy őszintén szeret azért, ami vagyok. És 2018. január 2-án azt hiszem, vagy 3-án posztoltam egy képet, mert most ezt visszakerestem pontosan ezért, hogy el tudjam nektek mondani. Posztoltam egy képet, ahol azt kérdeztem, hogy mi az álmotok, mit szeretnétek megvalósítani, és akkor Blankus azt írta, hogy szeretne velem találkozni. És mivel ez egy olyan dolog, amihez én kellek, és az kell, hogy én tegyek érte valamit, ezért biztos voltam benne, hogy ezt valamilyen módon meg fogom valósítani. Szóval ma azért vagyunk Keszthelyen, és azért megyünk, most már nem sokára remélem, hogy odaérünk, remélhetőleg már ott kéne lennünk, hogy tényleg ezt a kis álmot valóra tudjam váltani, mert nagyon-nagyon izgulok, tényleg nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire, és ezt semmi közhely nélkül mondom, hogy számomra is ez egy ilyen izgatottság, ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen felemelő érzés, hogy ez így létrejöhet, és hát őszinte leszek hozzátok, ezt nem mindenki kedvéért csinálnám meg, de ő tényleg nekem egy olyan valaki, aki nagyon-nagyon sokat adott lélekben, szóval mielőtt most elbőgném magam, ezt meghagyom a későbbiekre. Na hát képzeljétek el, hogy már itt vagyunk Blankus anyukájával, Krisztával, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, hogy létrejöhet ez a találkozó. Hát az elmondása szerint nagyon-nagyon sokat kellett fáznia nekem, szóval most hát tényleg annyira izgatott vagyok, meg annyira szeretném, hogyha jól sikerülni az egész találkozó. Simán fog menni. Igen, szóval most kijöttünk ide a Balcsira. Niki megmutatott, hogy ilyen szép kis időnk van. Igazi nyári valakon. Igen, szóval most már tényleg csak, hát mennyi, egy óra kb? Na, annyi nincs. Hát nincs is egy óra, és hamarosan megtörténik a nagy találkozó. Egy más. Azt is vegyem már, ahogy mész oda? Hát figyelj, nagyon-nagyon szorosan gyere magadtam. Menjetek! Már már megy, Kitty? Gyere! Jaj, de már nem tudok kiszállni. Ja, nem tudtam. Jó, jövök. Jaj, de hát ez már feltűnő lesz, honnan menjek, várja. Kitty már megy. Már veszed. Thank you.
nyakos sikerült, úgy örülök, hogy én is gyerekünk. Amúgy nem erre küzdöttem, mert Nikivel már mindent így felhívtottam. Jaj, majd jövök, és akkor majd elmész mellettem, hogy anyám, hogy ki ez a csaj? Jaj, anyám, én nem a diszkonkluzió. Nagyon? Ezzel voltunk közben. Jaj, nagyon-nagyon örülök neki. Jaj, Blankusom! Gondoltad volna ez, Blankus? Nem! De nem? Anyud, a legjobb szervező, de most komolyan mondom. Olyan kis sumiban mindent leszerveztünk, hogy az így jöjjön ki, szóval tényleg csodálatos anyukád van, tényleg. Csak azt szeretnéd neked minden tényleg és boldogságot meglegyen. Hát én nagyon meglepődtem, de rettentesen örülök. Szerintem ilyen boldogok soha nem voltam. Tényleg soha. Na Kéti, akkor jól sikerült a meglepetés. Igen, nagyon. Olyan hálás vagyok, tényleg annyira jól sikerült. Ez a szép bizonyítványért is van. Köszönöm. Tényleg olyan aranyos anyukád van, hogy komolyan mondom, hogy így mindent le bírtunk szervezni. Thank you.